Miután kedden hivatalosan is megalakult az Európai Parlament Pegazus Bizottsága, már az első ülésen világossá vált, hogy nem fog következmények nélkül maradni az ártatlan civilek, újságírók, üzletemberek, politikusok illegális megfigyelése és lehallgatása. A bizottság egyértelművé tette, egyetlen európai kormány sem figyelheti politikai riválisait terroristák ellen kifejlesztett kémszoftverekkel, így a magyar és a lengyel kormány sem menekülhet a felelősség elől. A következő hónapokban a bizottság feladata lesz, hogy a kémszoftverrel kapcsolatos összes európai visszaélést így a magyar kormányhoz köthető törvénytelenségeket is kivizsgálja. A Demokratikus Koalíció Európai parlamenti képviselőjeként és a Pegazus vizsgáló bizottság első alelnökeként ezért is kezdeményezem, hogy a bizottság minél hamarabb látogasson el Magyarországra, tájékozódjon személyesen a Pegazus botrány magyar szálai kapcsán. Miután az Orbán kormány tagjai az elmúlt hónapokban sokszor önmagunknak is ellenmondva beszéltek össze-vissza, a bizottság kötelessége, hogy meghallgassa és végre igazmondásra bírja a Pegazus botrány első számú kormányzati felelősség Varga Judit igazságügyi minisztert. Varga Judit közvetlen munkatársa írták alá az illegális megfigyeléseket, és a miniszter az, aki hónapok óta képtelen erre bármiféle világos magyarázatot adni. A demokratikus koalíció szint végre a magyar emberek is megérdemlik, hogy megtudják, miként történhetett meg, hogy a terroristák megfigyelésére kifejlesztett kémszoftverrel a kormányjal egyet nem értő ártatlan magyar embereket figyeltek meg. Ezért kell a bizottságnak Magyarországon is felderíteni a botrány összes részletét és egy olyan egységes európai szabályozást előkészíteni, ami megakadályozza, hogy kormányok kényük és kedvük szerint figyelhessék meg az állampolgárokat emlékezhetünk, a Pegazus botrány tavaly nyári kirobbanása után Orbán Viktorék előbb teljes hallgatások burkolóztak, majd a felelősség és az újságírói kérdések elől menekülve hosszú heteken át álltak elő nevetségesebbnél nevetségesebb magyarázatokkal. Végül Kósa Lajos volt az, aki egy novemberi elszólásában ismerte be, a magyar kormány valóban megvásárolta az izraeli kémszoftvert. Ám hiába telt el az ügy kirobbanása óta közel 10, a fideszesek beismerése óta közel 5 hónap, felelősök továbbra sincsenek. A magyar kormány szerint semmi kivetni való nincs abban, hogy az aljas politikai célokra használják fel a nemzetbiztonsági célokra kifejlesztett kémprogramot. A Demokratikus Koalíció európai parlamenti képviselőjeként és a Pegazus Vizsgálóbizottság első alelnökeként ezért is kezdeményezem, hogy a bizottság minél hamarabb látogasson el Magyarországra, tájékozódjon személyesen a Pegazus botrány magyar szállék kapcsán. Orbánék átlátszó mentegetőzései és hazudozásai után a bizottság feladata, hogy minden részletre kiterjedően vizsgálja meg, hogyan figyelhettek meg Európa közepén ártatlan civileket, újságírókat, üzletembereket, politikusokat, akiknek az egyetlen bűnük az volt, hogy nem tagozódtak be a nemzeti együttműködés veleig romlott rendszerébe. Az EP Pegazus vizsgálóbizottságának meg kell hallgatni a Varga Judit igazságügyi minisztert is, akinek a közvetlen beosztottai hagyták jóvá az illegális megfigyeléseket. A DK szerint a bizottság hatékony fellépése és az EU egységes szabályozása egyértelmű üzenetet fog küldeni Orbán Viktor kormányának, Magyarországon soha többé nem figyelhetik meg a velük egyet nem értő ártatlan tömegeket.